Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek a mai estét, újra velünk töltik a Hírháttér vendége Berceli Attila, a Tatai és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke, és egyben a Városkapu ZRT leköszönő elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük talán a Turisztikai Egyesület munkájával. Az előző időszakban számoltak be a tavalyi év teljesítményéről, számviteli beszámoló is elhangzott. Milyen értékekkel zártak, milyen tendenciák voltak jellemzőek a tavalyi évre? Igen, ilyenkor május végéig a munkaszervezetünk beszámol a tagságnak a 2022-dik, tehát a tavalyi évről. Egyrészt pénzügyi szempontból, másrészt pedig szakmai szempontból. Aminek nagyon örülünk, és ez érdeme is a munkaszervezetnek az, hogy ugye 2022-ről beszélünk, két Covid év után sikerült a működést úgy megoldani, hogy pozitívan zárt, pozitív eredménnyel zárt az Egyesület. Köszönhető ez nyilván a tagságnak, de azért elsősorban Tata városának, aki nagyon komolyan érzi azt, hogy valóban erre az összefogó turisztikai munkára szükség van, és persze az a szándék, amivel egyébként a tagság is hozzááll ahhoz a közös munkához, amit a turisztika jelent. A tagságot említi folyamatosan, milyen tendenciák vannak jelen? Növekszik a tagság, vagy éppen stagnál, vagy éppen mondjuk a Covid vagy a háborús helyzet miatt inkább visszalépés van? Hát szerintem arra is büszkék lehetünk, hogy az Egyesületünknek van 80 tagja, ez a 80 tag ez áll szolgáltatókból, magánszemélyekből és önkormányzatokból. 18 önkormányzati tagja van Tatának, ugye azt lehet mondani, hogy a szomszéd várak, városok, települések és a Tatai Egyesületbe lépnek be, most a legutóbb éppen Súr lépett be, aki egyébként a legtávolabb is van földrajzilag Tatától. Ez egy nagyon fontos dolog, nyilván azért mindenki tudja azt, hogy a turizmus az egy olyan területe a települési stratégiának, amiről azt gondolhatnánk, hogy ez csak a turizmusról szól. Ez nem feltétlenül a turizmusról szól, nyilván a turizmus címszó alatt sok olyan dolog történhet, történik egy településen, amit a helyiek kifejezetten megéreznek. Tehát itt nálunk Tatán is, ha belegondolunk abba, hogy nyilván a turizmus egyik feladata az, hogy azt az óriási nemzeti örökséget, amit Tata kapott az őseitől, ezt vagy újra működésbe hozzuk, vagy felújítsuk, valamilyen funkciót szánjunk neki. Tehát az emberek, ahogy kilépnek az otthonaikból, nagyon sok olyan dologgal találkoznak, ami egyébként a turizmus keretében fejlődött, vagy bált újra működőképessé. Most mi azt gondoljuk az Egyesületnél, hogy nyilván vannak az Egyesületnek feladatai, olyanok, amelyeket mindenki ismer, és amit mindenki mondjuk alapvetőnek, vagy tényleg természetesnek tart, ilyen, hogy információs pontot üzemeltetünk, vagy éppen terméket fejlesztünk, vagy képviseljük közösen a tagságnak azokat a feladatait, amelyeket együtt érdemes mondjuk megoldani, például valamilyen bőrzén megjelenni, nyilván Tatáról beszélünk, vagy a környékéről beszélünk, ahol nem érdemes külön egyedi szállás, étterem, vagy bármilyen más szolgáltatóként megjelenni, de így közösen igen. De ami a legfontosabb az, hogy szerepet kapjunk abban a városfejlesztési stratégiában, amiben gyakorlatilag ezek a turizmushoz kapcsolható tevékenységek nagyon fontos szerepet kapnak. Gondoljunk arra például, hogy minden Tatai találkozik azzal, ami egyébként tendencia egész Európában, hogy az emberek nagyon mobilak lettek, mennek, kirándulnak, turistáskodnak, vendégeskednek. Azért ezt a Tataiak biztosan érzik. Na most ilyenkor a városfejlesztésnek gyakorlatilag azon kell gondolkoznia, hogy mennyire tud ebből előnyt kovácsolni, illetve ha olyan hátrányai vannak, következménye, akkor milyen módon reagáljunk erre. Most ez mindenképpen az a területe gyakorlatilag egy város működtetésének, ahol meg kell nézni hasonló példákat, ahol tényleg tudományos módszerekkel meg kell állapítani, hogy mi a helyzet, és erre valamilyen reakció kell. És mi az Egyesületben abban bízunk, és szerencsére így gondolkozik a városvezetés is, hogy a szolgáltatók és a munkaszervezet szakembereinek a tudása, tapasztalata gyakorlatilag lehetőséget kínál mondjuk ezeknek a kérdéseknek a megoldására. Sokan gondolják, hogy elhangzott a közgyűlésen is, hogy kicsit már túlterhelt a város. Ez abszolút így van. Vajon mi történt? Tehát Tata változott meg, vagy egyébként valami más lehet a háttérben? Nagyon sok minden van a háttérben, pont ez az, amit meg kell vizsgálni. Nem csak az történt, hogy Tata
gyakorlatilag olyan hatalmasat lépett a turizmus területén, vagy a vendégfogadás, vagy a kiránduló fogadás területén, hanem megváltozott a világ. Gondoljunk arra, hogy az emberek mennyivel mobilabb lettek, mennyit mobilabbak. Tehát minden családban egy vagy több autó van. Az embereknek igénye van arra, hogy kimozduljanak otthonról. Tehát mindenki elmegy és kirándul. Ráadásul mi sokáig azon dolgoztunk, hogy minket ezen a területen észrevegyenek. Hát észre is vettek, de nyilván eljön az az idő, amikor valamilyen dolognak, folyamatnak meg kell vizsgálni a hátterét, meg kell állapítani, hogy az mennyiben lehet esetleg mondjuk negatív a város életére, sőt kontraproduktív egyébként, akár magán a branden belül is, tehát mondjuk a turisztikán belül, és ki kell dolgozni erre a megfelelő válaszreakciót. Nyilván ez is egy olyan dolog, amiben vannak példák máshol, ismerünk más helyeket is, de nem biztos, hogy a megoldás ugyanaz, és egy turisztikai munkaszervezet az ebben is tud segíteni, hiszen nem csak arról van szó, hogy most megállapítsuk, hogy tudunk valamit szebbé tenni azért, hogy majd több turista jön ide és lakjon itt, hanem egy magasabb szintű városfejlesztési stratégiai szempontot is tud mondjuk az egyesületnek a munkaszervezete, vagy akár a tagságnak az összeadott tudása produkálni. Elhangzott az is a közgyűlésen, hogy a látnivalókat, illetve magukat a produkciókat szét kellene húzni. Ebbe mennyi lehetőséget lát, mennyire megoldás ez a jelenlegi problémára? Igen, ez az egyik megoldás valóban, ugye meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire koncentrálódik az ide érkező kirándulók száma. Meg kell vizsgálni azt, hogy erre hogyan lehet reagálni, bizonyára térben és időben is. Tehát egyrészt, hogy amikor arról beszélünk, hogy nálunk nagyon sok a vendég, azért nem mindig ugyanazt az időszakot gondoljuk. Tehát elképzelhető, hogy télen, sőt valószínűleg sokkal kevesebb, vagy hétköznap, vagy olyan időpontokban, amikor nem vesszük észre, hogy gond van, de van, amikor azt veszük észre, hogy igen. Most azon kell dolgozni, hogy ezek időben széthúzódjanak, tehát ne egy koncentrált időszakban terheljen meg ez nagyon a várost, hanem mondjuk olyan kínálatot teremtsünk, ami esetlegesen az évnek abban az időszakában is vonzerővel bír, amikor éppen van erre lehetőség. A másrészt pedig valóban a földrajzi rész, hogy tudjuk a városban úgy eloszlatni az ideérkező kirándulókat, mert azért elsősorban a kirándulók, ugye az egynapos kirándulók okozzák, vagy mondjuk azt, hogy az ő érkezés az, amit leginkább észreveszünk, tehát hogyan tudjuk úgy elvinni őket a város más területeire, ami abban segít, hogy ne legyen túlterhelt egy másik. Tehát erre van lehetőség, hiszen ha megvizsgáljuk a legutóbbi fejlesztéseket, például mondjuk a tatai részen, a Kőfaragóház, a Kálvária dom, tehát biztos vagyok benne, hogy az ideérkezők számát mondjuk a túlterhelt területeken azzal tudjuk csökkenteni, hogy kínálunk nekik olyat más területeken, vagy akár a fényesen, ami aztán oda viszi őket. Tehát valahogy élhetőbbé teszi, elviselhetőbbé teszi a néha tényleg komoly tömegnek tűnő kiránduló jelenlétet. Említette a város és az egyesület együttműködését, erre talán jó példa volt, ami szintén a közgyűlésen hangzott el, hogy a parkoló rendszer átalakítása vagy megalkotása is nagyon fontos napi rendi pont, nem csak a város vezetés szempontjából, hanem az egyesület működése szempontjából. Hát abszolút, gondoljunk bele. Tehát vegyük csak az utakat, vegyük a parkolókat. Hát akkor, amikor gyakorlatilag háromszor, négyszer akkora forgalmat bonyolítanak ezek le. Tehát ennek gyakorlatilag az amortizációja is sokkal gyorsabb. Tehát egy biztos, hogy akit mi kirándulóként fogadunk, azoknak a kirándulóknak valamilyen módon hozzá kell járulni ahhoz, hogy maga a város tatai emberek fent tudják tartani azt, amiért ők ide jönnek. Tehát valamilyen módon ebben nekik a finanszírozásába bele kell szállni, és az egyik ilyen dolog valóban lehet a parkolórendszer. Egyrészt mondjuk azt, hogy lehetséges, hogy távol tartja azokat, akik tényleg semmiért nem hajlandók mondjuk akár pici áldozatot is hozni, másrészt pedig nyilván kell olyan bevételt teremteni, ami akár ennek következményeként is, tehát ennek a nagy forgalomnak a következményeként is nagyobb terhet ró a városra. Mikor elindult az egyesület munkája, és tényleg minimális tag létszámmal, nagyon sok tamáskodó volt, aki nem hitt abba, hogy az érdekeket össze lehet fésülni, mármint a vendéglátó belül a szállodáztatók, vagy éppen az éttermet üzemeltetők érdekei. Ez a érdekegyeztetés, vagy az egymás segítése folyamat, ami annak idején szinte, azt mondom, hogy elképzelhetetlen volt, még akár egy kiadvány erejéig, és ma már ez a folyamat hor tart. Hát én most erre nagyon egyszerűen fogok válaszolni. Tehát, hogyha van egy városi működtetési terület, és az nem kerül
olyan kézbe, ami mindenkinek az érdekeit, de mindenkinek a nehézséget is figyelembe veszi, akkor egyszerre fogunk szenvedni. Tehát én szerintem nincs más út. Tehát ma már nem beszélhetünk külön egyes szolgáltatókról, ma már egy településről, vagy akár azt mondom, egy járásról, vagy egy körzetről beszélhetünk, és ha az nem kerül olyan kezekbe, ami mindenkinek a tudását egy pontba koncentrálja, és felkészül mindarra a negatív hatásra, ami mindenkit ér, akkor ebből probléma van. Szerintem nincs más út, csak az összefogás útja van, mert különben nem tudunk megfelelően reagálni ezekre a problémás dolgokra. Akkor tekintsünk egy kicsit az ez évre, vagy talán azon túl is milyen irányvonalat szabtak meg, vagy egyáltalán tervezés milyen szinten került szóba? Sok új feladata van az egyesületnek. Talán itt érdemes elmondani, hogy például új információs pontot hozunk létre a Kossuth téren, ugye a postaépületet előtt állt egykori, de mára felújított újságos kioszk helyén. Ez azért jó, mert így sokkal inkább beleütköznek az emberek, a vendégek mondjuk ebbe az információs pontba, tehát sokkal közelebb hozzuk az emberekhez, az utcához ezt. Az egyesületnek a munkaszervezete olyan termékeket is kínál, ami kifejezetten saját üzemeltetésben mondjuk azt, hogy igazán turisztikai szabadidős tevékenységet foglal magába, szabadulószobát, most legutóbb egy mobil, tehát ideiglenes, mondjuk így játékos, de igazából tudományos ismeretterjesztő témába foglalt szabadulószobánk van a Tatai Angolkertben, a Nyárilakban. Mindezt folytatjuk. A mi egyesületünk munkaszervezete működteti a Tata lakossági kártyát. Ennek is lehetne szentelni pár szót, hiszen ez egy mai napig élő, nagyon fontos városmarketing eleme a városnak. Egyébként 3 főállású munkavállalóval, és ugye nyilván a turisztikai szezonban vannak még munkatársaink, és ki kell találni azt a stratégiát véleményem szerint, tehát ami most fontos lenne az az, hogy valóban az egyébként, ha jól emlékszem, 12 éve megfogalmazott turisztikai stratégia mennyiben változott. Tehát most talán az lenne a legfontosabb, hogy újra fogalmazza magát Tata városa ebből a szempontból, nem önállóan külön kiemelve egy nagy feladatból, hanem abban a stratégiába belefoglalva, ami nem csak turizmust jelent, hanem jelent oktatást, jelent közlekedést, jelent egyéb olyan területeket is, ami önmagában nem működtethető jól, csak akkor, hogyha az egészet nézzük és rendszerben gondolkozunk. A közgyűlésen elhangzott az is többek között, hogy mindig erre utaljak, hogy az elnöki pozíciót az továbbra is fenntartja, és viszi, viszont a Városkapu ZRT vezérigazgatói székéről 14 év után elköszön. Igen, ez valóban így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok ezért a 14 évért, tényleg ez a munka óriási pillanatokat adott nekem. Persze minden munkában, mindenkinek a munkájában van nehézség, de én valahogy sokkal több jót kaptam, és tényleg csak szeretettel tudok erre visszagondolni. Nagyon meg kell köszönnöm egyébként minden tatainak, de akár a vezetőimnek is, a városvezetőknek és a partnereknek azt tényleg, hogy ilyen szép életszakaszt tudhatok magam mögött. Nyilván a Városkapu vezérigazgatójának lenni ez egy nagyon nagy összetett feladat, hiszen a Városkapu, ami egyébként az egyesületnek továbbra is stratégiai partnere, az óriási feladatot visz, talán ha össze szeretném foglalni, akkor van egy nagy feladat, amiben nyilván infrastruktúrát üzemeltet, ugye itt tudjuk mindjárt, akár a művelődési ház, akár a fényes. Van egy olyan feladata, ami kifejezetten szakmainak mondható kulturális, turisztikai és közművelődési területen, ahol viszont mondjuk az termékfejlesztést, programot, rendezvényszervezés, van egy olyan feladat, ami maga a város marketing. Ide sok mindent beleérhetünk, akár még azt is, ahogy mi most itt erről beszélgetünk, és én azt szeretném, hogyha a közeljövőben egy részterületre tudnék fókuszálni majd, tehát mondjuk így, hogy specializálódom valamelyik részterületre, de biztos vagyok abban, hogy a Városkapunak nagyon jó vezetése van továbbra is, és a Városkapu továbbra is stratégiai pontja a városnak. Tudható, hogy maradt Tatán, vagy másfelé indul? Én nagyon szeretném, ha mindig lenne kapcsolat a tatai közművelődéssel, vagy akár a városfejlesztési stratégiával, azon kívül, hogy nyilván az egyesület elnöke maradok továbbra is. Sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Nézőnk pedig megköszönöm, megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok.